Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a Kalocsa TV hétfő esti híradóját látják. 2021. szeptember 21-én, este 7:30-tól. 100 éve kapta vissza városi rangját Kalocsa. Időszaki kiállítás mutatja be ezt az időszakot a Viski Károly Múzeumban. Erdei Zsolt Kalocsán járt, madár újra ringbe szállt egy közös edzés erejéig. Bátyai Zöld Falu Nap mintaprojekt zárással őszköszöntő játék és vidámság várta a résztvevőket a hétvégén a településen. A régi új az új régi város címmel nyílt tárlat a Viski Károly Múzeumban szeptember 18-án szombat délelőtt a Kulturális Örökség napjai keretében. 100 éve alakult rendezett tanácsú várossá Kalocsa, ennek apropóján látható az időszaki kiállítás. Már az 1880-as években megindult a kezdeményezés, hogy a korábban nagyközséggé minősített Kalocsa visszaszerezhesse városi rangját. A 19. század végén, de inkább a 20. század elején elindul a mozgalom, hogy szerezze vissza Kalocsa ezt a városi rangot. 1903-ban fogalmazzák meg az első beadványt a városi alakulásra, ezt ugyanabban az évben vissza is vonják, és hosszú húzavona után majd az 1917-es indítvány ér oda, hogy 1920-ban meghozzák a törvényt, és 21-ben Kalocsa újra városi rangot kap. Hogy a város fejlődése hogyan halad, azt mutatja az is, hogy ugye 21-ben város lesz Kalocsa, 29-ben pedig megyei városá alakul a város, tehát azért ilyen nagy hatása van, vagy ilyen nagy szerepe van a környéken. Látható a kiállításon a dokumentumok mellett Kalocsa egykori kincsesládája, a polgármester díszes széke, valamint egy országgyűlési képviselő lányának küldött esküvői ajándék is. Török utáni időkben a C-ös emlékeinkbe állítottam ki, és a 19. század elejé vállalkozásokba állítottam ki néhány tárgyat, azért, hogy utaljak arra, hogy hiába van egy parasztváros, mindenki fejébe úgy él, hogy amikor polgárosodik egy település, tehát az céhősök, az iparosok, a vállalkozások megjelennek, akkor lesz igazán város a város. Tehát ezt próbálom ugye demonstrálni ezzel. Olvashatunk a címer történetéről, és arról is, hogyan épült föl a városháza. Amikor készül a város, hogy visszaszőzze a városi rangot, akkor a nagyon pici földszintős, 200 éves, 150 éves elavult városházából akar valami szépet építeni, így 1912-ben nagyon nagy terheket vállalva, csak jelzem, hogy a város vagyonának a felét éri, vagy felébe került a városházának a fölépítése. Ez az ingó, ingatlan, pénzvagyon, mindent egybevetünk, fele volt magának a városházának a fölépítése, mégis vállalták, hogy mutassák, hogy mi, nekünk van erőnk, tehát mi tudunk városá válni. Tehát erre épül föl hát ez egy szimbolikus cselekedet, úgy gondolom, az akkori Kalocsa számára. Az időszaki kiállítás jövő év szeptemberéig látogatható. Péntek délután fuvola hangversenyre ülhetett be a zenekedvelő közönség a kamarateremben, egy olyan rendezvényre, amely a Magyar Zeneművészeti Társaság szervezésében valósulhatott meg. Több évforduló kapcsán állt össze a műsor, amelyben magyar és külföldi zeneszerzők egyaránt szerepet kaptak. Vivaldi halálának kerek évfordulója van, 200 éve halt meg éppen, ha jól emlékszem, de majd mindjárt megnézem a konferenciában, jól szerepeljen. Tehát mindesetre egy Vivaldi kompozíció is lesz. Verdinek szintén kerek évfordulója van, és a legfontosabb évforduló talán Doppler Ferenc, ő egy magyar fuvolás volt a reformkorban, illetve tehát nemzetőrként is szolgált a szabadságharcban. Tehát az 1800-as évek derekán ő egy nagyon-nagyon fontos zenei személyisége volt az országnak. Többek között például Erkel Ferenccel és a testvérével, Doppler Károllyal közösen hárman írtak egy olyan operát, amivel fogadták Sziszit, a magyar királynét. Ezen kívül lehetett hallani sanszont, musical részletet is. Hosszú ideje nem volt ilyen komoly zenei koncert. A Magyar Zeneművészeti Társaság, ez egy pesti egyesület, amelyik elsősorban kortárs magyar zene terjesztésével foglalkozik, de
olyan célja is van, hogy azok olyan helyeken, ahol kevésbé jut el azért, tehát nincsenek benne a koncertélet főáramába, olyan helyekre is jutasson el koncerteket. Ők kértek föl bennünket, hogy csináljunk egy olyan műsort, amelyik testre szabott, de azért mutatkozzon meg benne a kortárs zene is. Két alkalomra kaptak a művészek felkérést. Miért pont Kalocsán, azért hagyj említsem, hogy mi a feleségem is és én is a Kecskeméti Kodály Zeneművészeti Szakközépiskolába tanítunk, és az itteni egyik fuvolatanár, Dajko Ágnes, akit szerintem sokan ismernek, mert a fuvos zenekart is ő vezeti, ő a tanítványom volt. Csak úgy, mint a megyei primadias Szalai Gyöngyvér, aki Baján fuvolatanár, ő is a tanítványom volt, és őt kértem, hogy szervezze a másikat. De akkor úgy alakult, hogy az nem Baján lesz az a koncert, hanem egy nagyon kivételesen, nagyon szép helyszínen, Hajóson az Éseki Kastélyba, oda hozzák ki a bajai közönséget, és ott tartjuk meg a hangversenyt, majd október 8-án. Bátyán másfajta falunapot tartottak szeptember 18-án szombaton, mint bármikor korábban. Ezúttal a településen megvalósult az önkormányzatok integráló és koordináló szerepének megerősítése az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás érdekében című projekt záró eseménye. Egy napra esett a község apraját, nagyját megmozgató, hagyományos falunapi közösségi és szórakoztató programokkal. Mondhatjuk, hogy a délelőtt a helyi környezet és klímavédelem, míg a délután a felhőtlen kikapcsolódás jegyében telt, melynek helyszínéül a megújult faluházzal szembeni parkot választották. A rendezvény meghívója szerint a Life szakmai délelőttöt dr. Dukai Miklós nyitotta volna meg, ám a belügyminisztérium önkormányzati helyettes államtitkárát a betegségre döntötte a lábáról, így levélben köszöntötte a résztvevőket, melynek felolvasása után Fekete Csaba polgármester értékelte a munkatársaival megvalósított mintaprojektet. A bátyai zöld falunap nyitóbeszédét Font Sándor országgyűlési képviselő mondta, aki gratulálta a projekt megvalósításához. Különleges az önök helyzete, hogy egy ilyen zöld programban részt tudnak venni. Az önök lokációja az, hogy egy ilyen értéket megőrző természeti környezetben vannak, és akik látták a megvédett környezetről a fényképeket, azok remélem kezdik értékelni, hogy mi az, amit önöknek menteni, becsülni, és netán a későbbi generációnak hátra kell hagyni. Hála Istennek, hogy erre van fogékonyság. A testület polgármester úr és az előd önkormányzat részéről. Én bízok benne, hogy egy olyan jövőkép alakul itt ki, amire azt lehet mondani, hogy érdemes Bátyán élni. A képviselő méltatta a Bátyán az előző és a jelenlegi polgármester vezetésével megvalósult fejlesztéseket. Eddig legalábbis polgármester úr mindaz, ami ötlettel, elképzeléssel megkeresett, az mind olyan volt, amely az itt élők hétköznapi életét próbálta meg segíteni, jobbá tenni, egy komfort érzetet adni. Hogy tudjuk, hogy nagyon közel van Kalocsa, de mégis mi az az életérzés, az az öröm, ami miatt úgy gondoljuk, hogy nem kell Bátyáról elmenni, itt fiatal házaspárok gyermeket vállalhatnak, a gyermekek ugyanolyan szinten kerülnek oktatásra, és aztán majd az élet folyamán megtalálják azt a végső pontot, amiben kiteljesedik az életük, amivel foglalkozni szeretnének, de nem egy hátránnyal indulnak, és köztudott, hogy ebben egy olyan program segíti az 5000 fő alatti településeket, mint a Magyar Falu Program, hogy egyet megemlítsek a sok kormányzat által kiírt programba. Font Sándor ígéretet tett arra, hogy országgyűlési képviselőként minden olyan ügy mellé odaáll, és támogatja azt, amely a község felemelkedését, az itt élőket szolgálja. Nagyon széles az a pályázati, beruházási spektrum, amiben részt vehetnek a települések. Én ezt nem is kezdem itt el felsorolni, mert polgármester úr ebben élen jár, hogy rögtön jelentkezik egy-két ilyen kiírt pályázatra. Ez helyes. Azokkal tudunk együtt dolgozni, akinek van a jövőre való elképzelése.
és én ígérem, hogy ezt a jövőbeni elképzeléseket úgy, ahogy eddig a magam behatárolta módján, de segíteni tudtam, erén készen állok a jövőben is. És azt merem viszont mondani és állítani az eddigi együttműködés és az előző polgármester asszonya való együttműködés következtében, hogy ennek az együttműködésnek eddig is és ezután is ígéretünk szerint minden lakosnak nyertesnek kell, hogy legyen. A beszéd elhangzását követően Mága Ernői zenekara nóta műsora, majd a Rozmaring népdalkör előadása következett, színes kísérő programként pedig például Ugrálóvár és népi kézműves foglalkozás várta a családokat. Fogtői életképek címmel mutatta be premier előadását a Fogtői Mikroszínpad társulata. A lelkes amatőr színészekből álló csapat a vasárnap megrendezésre került Színházak éjszakáján lépett a helyi művöldési ház színpadjára. Adjon Isten szép hónapot mindannyiójuknak! Adjon Isten! Hát ne áldogáljon már ott a húzatos ajtóba, kerüljön bejjebb, foglaljon helyet kínálunk, kedves komár. Köszönöm szépen, komasszony! Immár harmadik alkalommal szervezték meg a Duna melletti településen az országos megmozduláshoz csatlakozva a Színházak éjszakája elnevezésű programot, mely a Fogtői Mikroszínpad előadásával kezdődött. A társulat most először mutatta be a darabot, főszereplője Kopasz Zoltán, aki András a házigazdát formálta meg. A darab 1949. november végén játszódik, András napon, a házigazdát Andrásnak hívják, és tulajdonképpen egy család életébe pillanthatunk be, és érkeznek a családhoz a látogatók névnapot köszönteni, illetve a család beszélget, és beszélnek a múltról, milyen nehézségek voltak, milyen megpróbáltatások voltak, illetve tervezgetik a jövőt, hogy tulajdonképpen hogy is alakul ennek a családnak, főleg a fiatal, egy fiatal lány van benne az ő jövője, tehát ennek mentén halad a darab. A társulat 4 éve lelkes színészvénával rendelkező tagokból alakult, azóta már több bemutatón vannak túl, és most is nagy igyekezettel készültek a darabbal. Pici a társulat, de annál lelkesebb, és várjuk a visszajelzéseket a közönség részéről. Eddig inkább csak kabaré jeleneteket, ugye azért általában vidámságra vágynak, nevetésre, tehát általában ilyen kabaré bózatokat vittünk színpadra, azok is nagy sikerre szerintem, és most pedig bevállaltuk ezt. Ez ilyen igazi fogtői, tulajdonképpen egy fogtői történetekből lett összerakva ez, tehát valódi történetek alapján lett összerakva ez a darab, amiket meséltek az idősek, és annak alapján állt össze az a darab. A társulat nyár eleje óta hetente egyszer próbálta bemutatóra. Mint megtudtuk, nem volt könnyű kiválogatni a szereplőket, és nagy gondot fordítottak a jelmezekre is. Elég sok gondot okozott, mire minden jelmezt összeszedtünk. Az 1949 nem most volt, és megpróbáltuk azért autentikusra, tehát olyanra, hát előkerestünk mindenhonnan, vagy idősektől, nagyon összeszedtünk régi holmikat, mert ez elég bonyolult, rájöttünk. De azért sikerült időben minden ruhaneműt, illetve bútorzatot például, azt gondolom, hogy mindegyik korhű. Úgyhogy erre azért törekedtünk. A délután folyamán fellépett még a Fogtői Vegyes Kórus, illetve az elmúlt évek programjához hasonlóan bárki felmehetett a színpadra, és előadhatta a kedvenc versét, prózáját vagy dalát. Erdei Zsolt madár szállt ringbe a kalocsai boxolókkal egy közös edzésre. Hazánk egyik legismertebb és legsikeresebb boxolója, hatalmas technikai tudással és tapasztalattal rendelkezik, így a fiatalok lelkesen követték utasításait. Erdei Zsolt, becenevén Madár, egykori félnehéz súlyú és cirkáló súlyú profi ökölvívó világbajnok Kalocsán járt, a Paprika Fitnessben, ahol a tanulni vágyóknak mutatott pár mozdulatot. Ahhoz, hogy az ember egészséges életmódot éljen, ahhoz elengedhetetlen az, hogy sportoljon. Ha megfelelő pedagógusok veszik körül bármely sportágban is, megfelelő edzők veszik körül, akkor ők megtanítják a megfelelő táplálkozásra is, megtanítják arra, hogy szorgalommal mit lehet elérni. Az ökölvívás szerintem azért jó, és most nem csak az ökölvívás mellett, de általában a küzdősportok mellett szólok,
hogy az embert azért nagyon komolyan, keményre neveli, mert itt azért van fájdalom. Tehát itt talán több a fájdalom, mint mondjuk egy általános mondjuk ciklikus sportágban vagy labdásportban, mert itt, hogyha az ember hibázik, akkor azt a saját bőrén érzi, hogy jaj, bekaptam egy pofont, ezt nem kellett volna, hogyan tudom ezt kijavítani, hogyan tudom ezt korrigálni. Madár elmondta, hogy mire tanít meg a bunyó. A bunyóban ugye azáltal, hogy itt ez egy kőkemény harc, azt gondolom, hogy felkészítjük a fiatalokat arra, hogyha majd egyszer kikerülnek az életbe, és ott meg kell állniuk a helyüket, akkor lesz bennük már egy olyan tartás, egy olyan keménység, egy olyan ellenálló képesség, aminek következtében azt gondolom, hogy sokkal jobban meg tudják állni a helyüket az életben is. És nem beszélve arról, hogy ugye az ökölvás nem csak arról szól, hogy itt egymást püföljük és verjük, hanem ugyanúgy felépítünk egy stratégiát. Nyilván ez eleinte nem megy, hiszen a gyerekek először bemennek és küzdeni akarnak és nyerni akarnak, stb. De egy idő után rájönnek, hogy ez kevés ahhoz, hogy nyerjenek, mert ugye ha nincs felépítve mondjuk egy mérkőzés, vagy nincs felépítve egy menet, vagy nincs megbeszélve egy taktika, egy technika, akkor nem lesznek eredményesek. Említette, hogy 10 évesen kezdett a sporttal foglalkozni. Megkérdeztük, mennyi időre van szükség hoz, hogy kitűnjön a többi közül. Néha meglátszik az első pillanatban, néha idővel jön. Én például nem voltam kifejezetten tehetséges, én viszont kifejezetten szorgalmas voltam. És sokszor volt az, hogy sírtam a szorítóba, de mindig meg akartam mutatni, hogy mégis én vagyok a legjobb. Tehát, hogy azért látszik egy kicsit már az emberen, hogy ebből lehet a gyereken, hogy ebből lehet valamit formálni, de közben ugye az idő is változik, és jön a kamaszkor, jönnek a lányok, jön aztán a bizonyos korszakok, életkori sajátosságok, amik azért elterelhetik a gyereket egy bizonyos irányba, és kevesebb figyelmet kap a sport. Ez csak úgy lehet, igazán eredményes csak úgy lehet az ember egy bizonyos sportágban, hogyha tényleg mindent belead apai anyait, és idézőjelesen lemond dolgokról. Folytattuk beszélgetésünket, ezt a csütörtöki sportmagazinunkban láthatják majd a kedves nézők. Kedves nézőink, köszönöm, hogy velem tartottak. Híradóval, friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk. További szép estét kívánok, viszontlátásra!